Igen, egy versszerű üzenetet szeretnék felolvasni nektek, de előtte szeretnék tájékoztatást adni. Nem nektek, hanem a médiának, a sajtósoknak, akik rögzítik. Azt az üzenet szeretném, és azt a tájékoztatást szeretném átadni. Most már sokadszor, akik itt megjelentek, úgymond nem szimpatizánsként, és elmentek mellettünk, nagyon sokan még mindig félreértik, hogy miért vagyunk itt. Amikor a devizahitelnek úgymond a bedőléséről azt mondják, hogy a Gyurcsán kormány is, tehát az előző kormányok tehetnek. Tudjuk, de viszont a kilakoltatások és a végrehajtások leállítását őtőlük nem kérhetjük. A számonkérést majd igen. A felelősségre vonást igen, az ő felelősségre vonását. De a kilakoltatások és a végrehajtások megállítását itt kell kérnünk a miniszterelnök úrnál, amikor már legalább 1000 petíciót, meg nem tudom hány ultimátumot beadtak civil szervezetek, ugyanezzel a kéréssel, és ez még mindig csak el van maszatolva, el van tusolva, mindig olyan hivatkozással, hogy a költségvetési hiányba nem szabad belegyúlni. Akkor most még egyszer elmondom. Nem kérünk, hogy belenyúljanak a költségvetési hiányba. Abszolút nem bántjuk. Nem megsegítést kérünk, amiről beszélnek, és még mindig erről beszélnek. Olyan védelmet kérünk, amivel a jog alkalmazást és a jogalkalmaztatást gyakorolni lehetne. Ezt kérjük. Volt még egy üzenet, amit szeretnék, mert nagyon sokan mondják, hogy nem tartottak pisztolyt a fejünkhöz, amikor fölvettük a hitelt. Valóban nem tartottak pisztolyt. Nem tartottak pisztolyt a fejünkhöz akkor se, amikor a politikusaink fölvették a hiteleket, és olyan hiteleket vettek föl, hogy ha most megszületik egy kisbaba, vagy holnap megszületik egy kisbaba, 2 millió forint tartozással születik meg. Ezért se tartottak pisztolyt a fejünkhöz. De most pisztolyt tartanak a fejünkhöz, most tartják a pisztolyt a fejünkhöz, a behajtásokkal, a kilakoltatásokkal és a végrehajtásokkal. És most, ha megengeditek, felolvasnám ezt a verses üzenetet. Juss helyett csak egy üzenet. Nem kell félnünk, hiszen van nekünk rendőre. A tapasztalat csak az, hogy ez a rend kabzsi és dőre. Félnünk nem kéne, harsányan virítja szolgál. A baj, hogy nem ott strázsál, ahol a szolga áll. Gondolod, nem te eteted, hiszen tudod, a hülyebb azt védi, ki eteti és enni ad néki. Mondhatsz neki szépet, hízelkedőt, de megugatja, vicsorítja a közeledőt. Ezzel mutatja, kinek a szolgája, csak egyet felejt. Annak az étkét is a szolga állja. Elfelejti gazdája is, kitette őt a helyére, de az ármány győzött, csak várni tudod, mikor lép a jó a rossz elébe. A jóért ostor, kapa, kasza nem nyerhet. Nem vagyunk már oly ostobák, ne tudnánk, ez további rosszat szülhet. Eljött az idő, veszíteni valónk nincs. Nem megyünk el, nekünk e haza kincs. Itt maradunk, még ha jussot sem hagyunk. Nem lesz birtok, nem lesz örökség. Lehet, ám marad a hagyaték, mely üzenet lesz annak, ki marad még. Ki nem attól tart, hogy rászakad az ég, mert tudja, ember fiát nem bitorolhatja, mert jogod van, mely megillet. Ne engedd, hogy ezt elvehessék tőled. Figyelmeztesd az elkövetőt, nem csak téged haragít, hanem magát, a teremtőt. Köszönöm.